Csütörtökön kismamák számára szerveztek nyílt napot a József András Oktató Kórház szülésznőgyógyászati osztályán. A lendő anyukák megtekinthették az intézmény szülőszobáit, és orvosoktól, szakápolóktól kaptak felvilágosítást a várandós gondozásról és a szülés folyamatáról. Ez pedig már péntek délelőtt, amikor hallgatókkal, oktatókkal, szülésznőgyógyász szakemberekkel és védőnőkkel telt meg a Debreceni Egyetem egészségügyi karának előadó terme. Az intézményben szintén a várandóság hetéhez kapcsolódóan szerveztek tudományos tanácskozást, amelyet második alkalommal neveztek el Adorján Gusztáv emlékkonferenciának. Az eseményen Eisner Éva orvosigazgató arról beszélt, a József András Oktató Kórház néhai szülésznőgyógyász főorvosa és főigazgatója rengeteget tett azért, hogy az intézmény ma már szállodai szintű feltételeket biztosít a várandósok számára a biztonságos gyermekáldáshoz. Hisszük azt, hogy maga a várandóság és a szülés az a legtermészetesebb, legszebb emberi folyamat, nem betegség, és bár kórházakban tesszük a legutolsó lépését, ezt csupán azért tesszük ott, hogy a legteljesebb biztonságot, a legközelebb létét az esetleges probléma esetén az azonnali beavatkozás, egészségügyi beavatkozás lehetőségének biztosítani tudjuk. Akik tegnap ott voltak nálunk, láthatták, hogy ugyanakkor, amikor bemegyünk a szülőszobára, a szülőszobai környezetbe, ott nem a betegellátásra jellemző hangulat fogad bennünket, hanem szállodai szobára, elegánsan berendezett pihenőszobákra, és egy speciális alternatív vajudás lehetővé tevő felszereléseket is tartalmazó szobákban találják magukat a terhes, illetve várandós anyukák is. A Debreceni Egyetem, a Vármegyei Kórház és a Védőnői Hálózat régóta szoros szakmai partnerségben dolgozik a minél hatékonyabb szakember utánpótlás érdekében. Móri Marian, az egészségtudományi kar dékánja szerint a közös munka számos ponton fejlődéshez vezetett a tudományos és gyakorlati oldalon. Az, hogy ezek az együttműködések valóban sikeresek, annak a bizonyítéka többek között ez a konferencia. Hiszen a kórházzal való évek óta tartó szoros együttműködés is megnyilvánul egy ilyen rendezvényben. Azok az előadások, amelyek itt elhangzanak, egyformán szolgálják megítélésem szerint a hallgatóink szakmai fejlődését, szolgálják azt is, hogy legyen valamiféle eszmecsere a tudomány és a szakma között, és szolgálják azt is, hogy megismerhesse a kórház vezetése, a kórház képviselői azt is, hogy mi a hallgatói kapcsolatokon túl hogyan is gondolkodunk, milyen fejlődésen megyünk keresztül. Az emlékkonferencián a közönség a Vikár Sándor alapfokú zeneiskola növendékeinek műsorát, majd szakmai előadásokat hallgathattak meg a Debreceni Egyetem egészségügyi karán.